Érzem magamban, látom az égen, a vaksütétben, hallom, de halkan, vedd fel, hogy halljam. Azt hiszem, hogy ez a zene megadta a mai víkend bulis hangulatát. Szeretettel köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit, az előző másodpercekben pedig a Keled Brass Band legújabb klipjéből láthattak részletet, ami az idei Campus Fesztivál himnusza is lett. Vendégünk a zenekar két trombitása, Koi Gergő és Varga Gábor, üdvözöllek benneteket, sziasztok! Sziasztok. Na hát Campus Fesztivál, hivatalosan is himnusz lett ez a dal, meséljetek róla, hogy történt. Én már is beleszólnék a felvezetésbe. Nem lett a himnusza a Campus Fesztiválnak, tehát ez nem is annak íródott. Ez egy közös projekt a Campus Fesztivállal, ez a Keled Brass Band Érezd Jól Magad című száma egyébként, ami a Campus Fesztiválról íródott. Az igaz, hogy a Campus Fesztivál keze is benne van a dologban, hiszen támogattak minket nem csak megosztással vagy a dal reklámozásával, hanem a klipet is nekik köszönhetjük. Tehát a 2018-as évből vannak benne jelenetek, és forgattunk hozzá a Campus Fesztivál stábjával új jeleneteket. A Nagy Erdő, a Debreceni Nagy Erdőn csináltuk ezeket a jeleneteket. Tehát nem mint himnusz jelenítettük meg ezt a dalt, hanem mint Keled Brass Band legújabb számát. Akkor vegyétek úgy, hogy mi most himnusszal van zsáltuk, jó? Szenzációsan jól sikerült egyébként, mielőtt megérkeztetek, pont a szerkesztőségben néztük, és a klipre vissza is akartam kérdezni egy picit, hogy hogyan állítottátok össze, ti ötleteitek voltak, akkor most már ugye tudjuk, hogy a Campus Fesztivál szervező gárdája áll mögöttetek, hogyan forgattátok a klipet, meg csináljunk egy kis reklámot a klipforgatásnak is, hogy segített, kiötletelt. Benne van a ti kezetek is. Az a helyzet, hogy annyira szerencsés volt a szituáció, az történt, hogy én elképzeltem egy, meg így a zenekarra közösen elképzeltünk egy képet ugye a kliphez, egyfajta hozzáállást, és már pedig az lett volna, hogy ugye tudtuk azt nagyon jól, hogy a Campus Fesztiválnak minden évben készül összefoglaló videója, vágóképei a fesztiválokról, amit nem feltétlen használnak fel, de ez nekik megvan. És ezt mindenképpen szerettem volna megjeleníteni a klipbe, hogy ez legyen benne az, hogy mekkora buli volt mondjuk a 2018-as évben, hiszen én már az első Campus Fesztiválon is ott voltam még 20 pár évesen, és benne is, vagy bele is került ez a klipbe, viszont azt is szerettem volna valahogy elérni, hogy ugye természetesen a zenekar is jelenjen meg. Tehát ez volt az én koncepcióm, hogy meg a zenekar is támogatott ebbe, hogy a klip az úgy lesz, hogy a 2018-as évből bevágott tömegjelenetek, a nagy színpad előtt éppen buli van, vagy hasonló életérzések, és a zenekar pedig kiment a Nagy Erdőre, ez volt az én terve, hogy kimegy a Nagy Erdőre, és akkor ott forgatunk ugyanazon a helyszínen, csak amikor még nincs ott senki, és a következő vágókép pedig már tele ugyanez a hely, és még ezt én nem mondtam el a stábnak, addig nem is gondoltam volna, hogy ők is ugyanezt az ötletet találták ki a számhoz, úgyhogy ezt sikerült megjeleníteni nekik is, úgyhogy tökéletesen egyezett a tervünk nekik is és nekünk is. Egyébként hozzá kell tennem, hogy az Atomic Media Kft. Csinálta ezt a klipet, úgyhogy innen is nagyon szépen köszönjük. Igen, mint ugye említettem, mi is néztük ezt a klipet, és hát arról beszéltünk pont, miközben hallgattuk a legújabb zenéteket, hogy ugye Peti a dobos énekel, és hogy megszólalásig hasonlít a hangja Horváth Tamásra. Igen. Ezt mondták-e már nektek? Igen, és képzeld el, úgy lesz, hogy azt hiszem augusztus 17-én a Budapest Parkban fogunk játszani Horváth Tominak az egyik nagy koncertjén, mint előzenekar. Na hát akkor azt nagyon jól összehoztátok, akkor most összehozzátok a két egyforma ének hangot. És hát akkor maradjunk egy picit a Rebbetétnél, mert az meg ugye te tiszted volt. Igen. A szöveget azt gondolom ti találtátok ki. Így van. És hogy érezted magad, mint rapper? Hát nem tudom, Gabi, te ott voltál, mikor stúdióban voltunk. Én megmondom őszintén, hogy mennyire tudtál azon, nekem ez az első ilyen próbálkozásom volt. Én tök jól éreztem magam közben. A zenémben valami őszintén iszonyatosan izgultam. Féltem tőle, hogy nem jön ki. Nem úgy lesz majd, ahogy én azt elképzeltem, de ahogy bementem, még jobban is éreztem magam, mint azt gondoltam volna valaha is, úgyhogy tök jó dolog, biztos, hogy próbálkozni fogok vele majd még. Na, szerintünk nyugodtan folytasd tovább, nekünk nagyon tetszett tényleg úgy, ahogy volt énekkel mindennel együtt, és ez már ugye a második videóklipetek volt, az első az Arrival volt, és milyenek voltak a visszajelzések arról, illetve most erről, van-e már valamilyen visszajelzés róla? Hát ezt lehet, hogy inkább Gabira hagynám itt a válaszolást. Gabi, igen, hagyjuk téged is szóhoz jutni. Nagyon-nagyon jók a visszajelzések. Hát az első videóklip az Arrival volt. Mint első videóklip, Gergő koncepciója volt. Maga a klip is és a zenét is ő írta.
ennek az új számnak is Gergő a kiötlője, úgyhogy nagyon jó. És nem tudom, hogy miért izgult a rappelésbe, mert nagyon jól csinálta. Részemről családilag és barátilag a visszajelzések konkrétan erre jön ki mindegyik, hogy nagyon tetszik, ahogy Gergő rappel benne. Na, hát akkor látod, megvan a kellő visszajelzés, hogy folytasd ezt a szakmát is. De igen, térjünk most el a reptől. Én azt szerettem volna még elmondani itt a kérdésedre válaszolva, hogy az Örájvel az inkább ilyen szakmának íródott dalocska volt. Tehát szakmailag nagyon nehéz volt, és mai napig nehéz élőkoncerteken megvalósítani. Viszont ez a mostani új dal, ez meg egy inkább ilyen populáris irányba próbált elhajolni. És úgy érzem, hogy természetesen megosztja a közönséget, mint minden dal megoszt. Tehát nem fog mindenkinek a rock stílust kedvelőjének, nem fog tetszeni a pop zene feltétlen, de én azt mondom, hogy már a lájkok számából látszik, hogy azért inkább a pozitív irányba halad ez a dolog, mint a negatívba szerencsére. Úgyhogy nekem most az lenne a koncepcióm a zenekarra, hogy mindig új stílusba belenyúlkálni egy kicsit, tehát most a harmadik új számunk, a legújabb számunk már fejbe kezd összeállni. Még nem vagyok benne biztos a stílusába, de biztos, hogy nem ez a nagyon populáris dal lesz, hanem egy kicsit másfelé fogunk tendálni. Nem is a szakmának fogunk kedvezni, amit itt akartam elmondani, hogy egyébként volt értelme szakmait írni, hiszen azóta, az Arrival óta két külföldi Dresden Fesztiválra is meghívtak minket, most voltunk Hollandiában, amiről esetleg, hogyha kell, biztos Gabi tud majd mesélni pár mondatot, meg majd most menjünk Liège-be, Belgiumba augusztus elején, tehát reméljük, hogy most ugye ez volt az Arrival kamata, ami így visszajött, és reméljük, hogy majd az Érezd Jól Magad című számunknak is lesz pozitív vonzata. Mondjuk már itt az első a Horváth Tom és Budapest Parkos koncert, az első jó, ami kisült belőle, úgyhogy reméljük, ez még majd folytatódni. Ezután mi a tervetek még a nyára? Csak röviden, mert sajnos én nagyon szeretnék még veletek beszélgetni, okay. Csak véges az időnk. Hol láthatunk még benneteket a nyáron? Hát akkor röviden összefoglalva, itt Nyíregyházán fogom majd játszani a Vidor Fesztiválon, most nagy lendülettel készülünk ugye a Campus Fesztivál nagy színpadra. Hétvégén... Igen, Hortnapra. Így van. Szombaton egy Hortobágyi lovasnapok, majd utána Szatmár-Németi utcazene versenyre. Igen. Tehát... Dóra már csak mind meghívott. Igen, mert tavaly évben megnyertük ezt az utcazene versenyt, és mint visszahívott vendégek vagyunk. És hogyha valaki nagyon részletesen kíváncsi, akkor a Facebookos oldalunkon nyugodtan megtekintheti a részleteket, mert ott mindig reklámozzuk a koncertjeink pontos időpontját, helyszínét. Szuper, köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívást, és örülünk, hogy ennyi helyen találkozhatunk majd veletek. Köszönjük, hogy bejöttetek, és gratulálunk az új zenétekhez. Köszönjük szépen. Nos, akkor, ahogy ígértem, itt az ideje, hogy teljes egészében megnézzük a csapat klipjét. Érezd jól magad! Jam. Ó, téged vár ez a fesztivál, az élmény megragad, most érezd jól magad. Ó, téged vár ez a fesztivál, ébreszt a vadakat, tőled át a falakat. A testem s a lelkem, élvezd az estét, mondd miért ne tennéd. Hallom, de halkan, vedd fel, hogy halljam. Ó, téged vár ez a fesztivál, az élmény megragad, most érezd jól magad. Ó, téged vár ez a fesztivál, ébreszt a vadakat, törd át a falakat. Thank you.
fesztivál. Eljött újra itt a nyári forduló, ami most veled az nem pótolható. Tedd fel a kezedet, szétfedd, a szeretet. Biztos látod rajtam azt, hogy már tudom, hogy mitől lesz nekem is jobb a holnapom. Risszál még jobban a feneked, szereztem neked egy kampusz bérletet. Itt van velünk most az összes jó barát, és nem tudod velem az egész éjszakát. Évfélkor a láncot ledobod, de hajnalikor még a sztoridat posztolod. Ez a buli téged egész évben várt, és nem kell hozzá más, csak élvezd az éjszakát. Az otthon lét nyáron kicsinál, téged vár a Campus Fesztivál. Téged vár ez a fesztivál, az élmény megragad, most érezd jól magad. Téged vár ez a fesztivál, ébreszt a vadakat, törd át a falakat. Édes nyár, a napsugár, élmények csalogat, kóhatsz nagyokat. Színes nyár, szabad madár, négy napig nincs határ, ez a Campus Fesztivál. Hát a kollégák már szinte táncra perdültek a kamerák mögött is az adásvezérlőben, úgyhogy nem törjük meg a hangulatot, megnézzük azt is, hogy milyen volt az 5. Lesz Fest nyitó napja. Itt vagyunk Kisvárda! A zenekar úgy tűnik, hogy nem egészen van itt, egy kicsit lefagytak a fiúk, föl kellene őket ébreszteni, egy óriási sikolja, mit szóltok? Tehát, nagyon jó lesz, ez kell háromra, jó? Tehát nézzük, mindenki, aki itt van, Kisvárda Lesz Fest, 1, 2, 3! A tükörnek pózóval önöm kell pár képbe. Mikor dolgom van ráére, a fülembe sok hülye magyaráz. Menjél ki csinálj meg összeros kalapát. Mi van holnap, nem lesz nap, erős az ember szakul egy hetves vagy. Hozzád rá még egy féltéglát, én órája nyomom a két helyet. Álomáról az operencián, előadok a lusta konferencián. Vagy nem mondom, vagyok olyan alja lép, vagy kiderülve ráérünk arra. Ugye már az 5. Lesz Fest, egy kicsit kezdjük a multidézéssel, hogyan is indult, hogyan kezdődött maga a fesztivál? Úgy indult a Lesz Fest, hogy egy nagyon kicsi bulit akartunk csinálni, nyertünk hozzá egy nagyon pici pénzt, és utána egyre több zenekar, utána keresünk szponzorokat, és úgy szépen elindult a zenei vonala. És az első Lesz Festnél, a másodiknál is igazából még volt egy Dirt Jump verseny, egy kisvárdai sráccal, Nagyoszival, és az volt a másik súlypontja a Lesz Festnek, azok nagyon látványos ugratások, meg repülések voltak a tó felett. Végül különböző okok miatt a Dirt Jumpot elengedtük, és tisztán zenei fesztivál lett a Lesz Fest, aztán egy szépen 5 év alatt felnőtt. Sokat tudnék arról mesélni, hogy milyenek voltak az első évek, amikor mondjuk csináltuk a fesztivál összerakását mondjuk 3-an vagy 4-en, és mondjuk fesztivál előtt és fesztivál alattra bővült fel a csapat mondjuk 20 főre a szoros menedzsment. Most meg azt számoltuk, hogy a 3 nap alatt zenekarokkal, biztonsági őrökkel, kocsmárosokkal, a szűk csapattal, crew-val, staff-val együtt több mint 1000 ember dolgozik a fesztiválon. Ez egy irdatlan nagy szám, és ez lát, vagy jól mutatja azt a növekedést, amit az 5 év alatt elért a Lesz Fest. Ez lett volna, hogy a következő kérdésem, hogy oké, mindenki a fellépőkről akar beszélni, de azért nem elhanyagolható egyértelműen a stábnak is a szerepe. Hányan dolgoztatok magán a szervezésen, mennyi időt vett igénybe? Hát tavaly augusztus óta szervezzük az idei Lesz Festet, igazából már tavaly fesztiválon is kötöttünk be bandákat, amik ilyen teljesen egyértelműek voltak. A halott pénzt és Rúzsa Magdit akartam elsőre mondani, hiszen tavaly szombaton akkora bulit csináltak, hogy ez ott nem volt kérdés. De igazából, ami mindig biztos volt, hogy játszani fog a Lesz Festen, az egyrészt a Majka, másrészt pedig az Alvin és a Mókusok. Alvinnal együtt rakjuk össze a rock színpadot, úgyhogy az ő részvételük elég fontos és feltétlen a fesztiválon. Let's go.
beszéljünk egy kicsit a technikai részéről, illetve a számokról is. Hány színpadon, hány fellépő lesz itt a 3 nap alatt? 5 zenei helyszínnel megyünk, és 90 fellépünk van, akik zenei fellépők, de nem szeretném kihagyni semmiképpen a civil udvart, ezt a Földkelte Alapítvány szervezi, és náluk azt hiszem 68 civil szervezet teljesen különböző dolgokban próbálja megtalálni a fiatalok nyelvét, hangját. Mikor elkezditek szervezni, milyen elvek, milyen tervek alapján szoktátok magát a színpadokat kitalálni, a fellépőket? A popzenei nagy színpadnak mindenképpen lennie kell. Ez ugye nem kérdés, populáris, tehát az embereket nagyjából azt hozza be, de nekünk van egy olyan fix ideánk, hogy a rocknak van egy határozott és biztos törzsközönsége, és ezt igazából más fesztivál kevésbé csinálja, vagy tematikusan rockfesztivált csinálnak, vagy pedig a nagy színpadba vegyítve lépnek fel rockprodukciók. Ezt máshogy raktuk össze nálunk, az a terv, hogy legyen külön popzenei nagyszínpad és rockzenei nagyszínpad, és így tisztán hozzunk rockzenei irányt. Ugye számomra is, meg a csapatban sok ember számára nagyon fontos az, hogy feltörekvő zenekarokat, főleg helyi, megyebeli, nyíregyházi zenekarokat támogassunk. Ők a szigeten lépnek fel, ez nekünk egy ilyen misszió, hogy szóljon a rock and roll, és kezdő zenekaroknak is legyen, vagy nem annyira ismert zenekaroknak is legyen fellépési lehetősége. Illetve idén annyit változtattunk, hogy a technót elengedtük, a retrót megtartottuk a tavalyi év nagyon pozitív tapasztalatai alapján, viszont pont a szigeten csináltunk tematikus napokat, csütörtök a hip-hop, a péntek az az igazi kőkemény rockzené a szigeten, illetve szombat pedig az alternatív zenejegyében fog telni, itt a Szabó Balázs és Szabó Benedek is bandája fog, Szabó Benedek és a Galaxisok fog fellépni, illetve a Kaukázus Janó is a legelejétől velünk van, nagyon várom a koncertjét. Ezen kívül, ami még zenei helyszínünk, ugye a Dance Arena, az viszi a Dance Arena-nak megfelelő vonalat, viszont idén csináltunk egy külön DJ helyszínt, amire én magam is kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, hogy fog szólni, mi fog ott történni. Egy olyan fesztivál, mint a Les Fest szuper jól leköti a fiatalokat és a felnőtteket is. Na de mi a helyzet van az egészen apróságokkal, például az óvisokkal? Hát arról Hegedűsné Balog Annával beszélgetünk, óvodapedagógussal, köszöntelek, üdvözöllek itt a Weekend stúdiójában, és külön örömömre szolgál, hogy játékokat is hoztál magaddal, erről picikét később, de akkor beszéljünk a gyerkőcökről, a nyári szünetről, mert ugye nagyon sok szülő esetében nem egyszerű, hogyha mondjuk a nagyszülők már nem állnak rendelkezésre, vagy nem tudnak esetleg a gyerkőccel táborba beiratkozni. Hogyan tudják a legapróbbakat lekötni úgy, hogy ne csak a telefon és a számítógép, meg a tévé maradjon? Én is szeretettel üdvözlök mindenkit, és bizony nagyon fontos az, hogy a gyermekeknek tartalmas nyaruk ne legyen, akkor is, ha óvodáskorúak, akkor is, ha kicsit nagyobbak. Igen, jól mondtad, nagyon sokan szülők beiratják táborokba a gyerekeket, és szerencsére a városunkban egyre több ilyen lehetőség van, akár nyelvi táborok, akár kézműves táborok, tehát ezekre nagyon sok lehetőség van, de az óvodás korosztálynak is beindult már, akár a foci táborra gondolok, vagy bármelyik kézműves táborra. Azon kívül, hogy a gyermekek ebben részt vesznek, ugye az óvodában is van
megoldás, mert hogy azért az élet nem áll meg az óvodában sem, hanem dolgozunk, és igen, ellátjuk a gyerekeket. Igen, nyári ügyelet, igaz? Ügyelet, igen, nem szeretem ezt a szót, mert azt gondolom, hogy az a gyerek, aki ott van, az nem tudhatja azt, hogy ő ügyeletben van, ő óviban van, ebben igazad és van. Ugyanúgy játszik tovább, és mi óvónők, óvodapedagógusok arra törekszünk a dolgozókkal együtt, hogy tartalmas legyen a nyaruk, hogy legyen lehetőségük arra, hogy játszanak, akár homokozzanak, sarazzanak, vizezzenek, pancsizzanak, füröztjük őket. Tehát amikor már 30 fölött van a hőmérséklet, akkor bizony pancsizunk, fürdünk és könnyítünk a gyermekeken. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy minél többet legyenek a szabadban. Edzük őket mozgással, vízzel, napfénnyel. Természetesen ügyelünk arra, ahogy az előző adásban láttam, hogy 11 és 3 óra között azért ne a tűző napon legyünk, hanem vigyázzunk rájuk. Tehát mindent úgy módjával. Nagyon sok mozgásos játékot játszunk, de amikor eljön a 11 óra, bevonulunk a fa alá, a hűvösbe, vagy akár a termekben, is jön a báb műsor, a kis csendes tevékenység. Tehát úgy gondolom, hogy tartalmas és színes napjuk van a gyermekeknek az óvodákban. És hogyha a gyerkőc ugye szerencsésebb esetben otthon tud maradni az anyuka, és együtt töltik a napot. Ugye anyu egész nap a háztartásban ellátja a dolgát, van, amikor a gyerkőccel nem tud feltétlenül együtt játszani, akkor hogyan tudja a legjobban lekötni úgy a gyerkőcöt, hogy ne megint ott tartsunk, hogy telefon, számítógép, tablet, televízió, mert ugye nagyon-nagyon sok olyan szülő ismerősöm van nekem is, akiknél ilyen 2-3 éves gyermekek vannak, vagy egy picivel idősebbek, és van az a pillanat, amikor mindannyian bevallják, hogy szégyen nem szégyen, amikor neki dolga van, vagy valamit csinálni kell, akkor kénytelen a kezébe adni a tabletet a mesével, mert egyszerűen nem tudja lekötni a gyerkőcöt. Ez valóban így van, és nagyon fontos az intézményes nevelés, de a legfontosabb a családi nevelés, a családban töltött hasznos idő. És anyukák szokták mondani azt, hogy unatkozik otthon a gyerek, nem szabad. Az az anyuka hibája. Tehát, kedves anyukák, olyan sok lehetőség van a háztartásban, olyan sok lehetőség van az interneten már. Egyszerű dolgokat le lehet tölteni, meg lehet csinálni, vagy egyszerűen kézzel megrajzolni, kivágni, és a gyerek kezébe adni, és a gyerek nagyon jó tud vele dolgozni. Óvodában nagy figyelmet fordítunk a szabadjátékra. Könyörgöm, ha szabadjáték, akkor hagyjuk a gyereket szabadon játszani. A szabadjátékban nem kell a felnőtt közvetlen jelenléte, hanem a gyermeknek biztosítanunk kell a helyet, az időt és az eszközöket. És hagyjuk őt, ő majd azzal fog kezdeni valamit. Na akkor térjünk is rá a kis csodakosaradra, amit magaddal hoztál. Külön kértük ugye, hogy mutass nekünk egy pár praktikát, hogy a szülőknek is hasznos tanácsokat adhassunk, hogy akár ilyen egyszerűbb játékokkal is játszhassanak otthon a gyerekekkel. Miket hoztál nekünk? Nagyon sok esetben, tehát hoztam olyan játékot is, ami boltban kapható memória játék, a legegyszerűbb dolog, mert a memóriát mindenki ismeri már 4-5-6 évesek körében is, de minden anyukának van a háztartásában csipesz. Igen, nálam is. Mondjuk igen. Én nem vagyok még anyuka, igen. De nálam is akad. És képzeljük el, hogy ebből a csipeszből annyi mindent lehet készíteni. Például, hogyha letöltünk internetről egy ilyen kis sablont, ami négyzetekben jelzi a számosságot a pöttyök számával, ugyanaz a pötty megjelenik a csipeszen, és a gyereknek meg kell keresnie a megfelelőt, és odarakni. Már gondolkodást fejlesztettünk vele, ugyanakkor nem csak gondolkozást, finom motorikát és szemkéz koordinációt alakítottunk, pedig magyarán csak szóval csipeszeltünk. Gyártottunk egy filéres igen, fejlesztő játékot. De ha mi olyan praktikusak vagytuk, hogy kihasználjuk, takarékoskodunk a papírral, akkor azt mondjuk, a csipesz másik oldalán ott a színes pöttyöket rajzolunk, és keresd meg. Nagyon jó ötlet. Tehát egy egyszerű, és van, nagyon jó, és van. A gyerek ezzel el van nagyon sokáig. De ha úgy gondoljuk, akkor ezeket a formákat lehet helyettesíteni szamócákkal, fagyitöltsérekkel, tehát még játékosabbá tenni az egészet. De ugyanakkor van egy hagyományos játék, a logikó játék, hát mindenütt ott van. Hát igen. Ezzel aztán a színek, formák, ezerféle variációja. Nagyon sok helyen kapható, kis egyszerű kártyák, különböző foglalkozások, közlekedés, gyümölcsök, zöldségek.
rengeteg variációja van a játéknak, és fillérekért kapható, tehát nem is költséges játék. És amit nagyon-nagyon szeretek, és használjuk nagyon-nagyon sokan, és ajánlom neked is kipróbálásra, ez egyszerűen egy parti pohár, filléres dolog, rajta egy kis cérna, egy pötty, és azt kell megtenned, hogy bele kell találnod. Aha, értem. Igen, jó pofa dolog, mert tényleg csak egy darab, egy darab fonal kell hozzá, és papírpohár, vagy akár műanyag is lehet. Így van. Még nekem sem megy könnyen. Ez is filléres dolog, és szintén szemkész koordináció, finom motorika. Megint csak alakítottunk a gyereken, de közben játszottunk. Bizony, és tényleg semmi másból nem áll, egy darab papírpohár, bármilyen madzag, ami a háztartásban előfordul, és egy akár gomb is lehet a végén, vagy egy akármilyen fagyöngy. Nagyon-nagyon jó pofa játék. Egyébként nekem szemkész koordinációból úgy látszik, hogy egy kicsit nem feltétlenül sikerül beletalálnom a pohárba, de nem is. Á, jól van, összehoztam. A gyerkőcöket biztos, hogy egy kicsit jobban le is köti. Igen. A memória játék is nagyon jó, ugye ebből a boltban kaphatót hoztad nekünk, igen, ez éppen pont fából készül, de ezt is papírból is meg lehet, igen, oldani, hiszen le lehet tölteni és ki lehet nyomtatni. Akár az óvodapedagógusok is nagyon-nagyon sok saját készítésű játékot biztosítanak a gyermekek számára, de kedves szülőknek azt tudom üzenni, hogy ők is biztosan képesek arra, hogy ezt a gyermeknek biztosítsák. Így van, és ugye ami a mostanában fő probléma szokott lenni, ugye, hogy eltávolodnak egymástól az emberek családon belül, ezzel egy icipicit azért egy kis kohéziós erő növelhető. Anya, és nem csak feltétlenül anya, hanem apa, ha hazaért munkából, egy picit még le lehet kötni a gyerkőcöt, ilyen kézműves foglalkozásokkal gyártunk játékot, illetve használjuk is. Így van, de ezen kívül, ha nem használunk eszközt, szavakkal is nagyon jót tudunk játszani. Például mi nagyon szeretjük gyermekek körébe, én látom, amit te nem látsz. Uh-huh. És a környezetünkben megkeresünk egy tárgyat, és kérdéseket, barkóba szerű játék, kérdéseket tehet fel a másik játékos, hogy miből készül, mi az anyaga, milyen színű, mekkora nagy, tehát különböző szempontok alapján, és akkor meg kell találni azt, hogy mit látok én. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél és megmutattál nekünk néhány hasznos praktikát. A lurkóknak és anyukáknak, apukáknak pedig jó játékot kívánunk. Ancsa óvónénivel mi még játszunk egy icipicit a stúdióban, mert ezt a papírpoharas dolgot még be kell gyakorolnom. Utána pedig folytatjuk a Weekend második részével, aminek a fő témája egy szóban az egészségmegőrzés lesz. Maradjanak velünk!